Sziasztok! Ahogy ígértem, kihozom ide a kertbe, mint az összes többi gépet, és megnézem, hogy hogy fog lebegni a Sima X25 Pro. Ugye elvileg ez is GPS-szel rendelkezik, mint a előző JXD. Azt láttuk, hogy hogy teljesített itt, úgyhogy most nézzük meg, hogy ez hogy fog. Gyorsan bekapcsolom. Meg is van közte a kapcsolat. Ugye kell hozzá egy applikáció, ugyanúgy, mint az összes többi ilyen géphez. Wi-Fi-n meg kell keresni a hálózatot, FPV Wi-Fi néven, hogyha ezzel megvagyunk. Akkor van hozzá egy SimaFly nevezetű applikációnk, amit hogyha elindítunk, akkor utána látni is fogjuk az élőképet. Ezt a gépet is ugyanúgy kalibrálni kell, mint a többit, egy kicsit egyszerűbben, mint a másikat. A módja az csak annyi, hogy ezt az egy kart ide lehúzzuk, és megnyomjuk a alsó gombot. Csipog. Ilyenkor elkezd nekünk ugyanúgy villogni. Sűrű villogással jelez. A ledekkel jelzi, hogy készen van. Amint látszódik, már 6 darab műholdat lát itt a kertben. Várok még egy kicsit, hogy összeszedje magát. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz itt. Ugye a másik az ilyen 13-14-ről indult, azt hiszem, itt a kertben. Hát, már 8. Az applikáció nagyon helyes. Ugyanúgy, mint a hasonlóan a DJI gépekhez, alul egy kis térképe mutatja, hogy hol vagyok én, illetve hol van a gép. Ez ugyanúgy tudok közte váltani, úgyhogy ez nagyon jó. Na, már 9 műholdunk van, úgyhogy szépen lassan kezdi magát összeszedni. Ez még itt soha nem volt bekapcsolva, tehát ez tényleg az első bekapcsolása. Készített nektek azért addig egy képet a kijelzőről, hogy hogyan is nézünk ki. 8 műhold. Hát úgy látszik, ez itt egy picit lassabban akarja magát összeszedni. 9. Nos, úgy látszik, hogy ő a kertben 9 és 10 műholdnál állt meg. A másik egy kicsit többet talált és gyorsabban. Nem baj, meglátjuk, hogy majd ezzel mit fog produkálni. Az applikáció okos funkcióit majd odakint fogjuk megpróbálni normális területen. Teljesen jól mutatja itt a rendesen így koordinátákat kiírja, hogy hol van a gép. Írja nekünk szépen zölden, hogy az akkumulátorunk még elég jó, mellette zölden világít a Wi-Fi jel, hogy nagyon jó a kapcsolat. Úgyhogy nézzük is meg, hogy hogy áll itt a kertben. Úgy említettem, hogy a felszállás lehet gombbal, illetve a stickek összehúzásával. Ha a gombot megnyomjuk, akkor egy bizonyos magasságra magától felszáll, úgyhogy ezen nem kell megérni. Én inkább összehúzom és úgy fogok felszállni vele. Ami feltűnik, hogy sokkal halkabb.
szerintem egész szép stabilan áll itt a kertben is. Jó, egy picit elmászik, de nem is kell ezektől a gépektől azt várni, hogy úgy álljon, mint a szög. Én úgy gondolom, hogy teljesen jól teljesít. Úgyhogy legközelebb megyünk és megnézzük, hogy odakint tényleg ezeket a funkciókat hogy fogja produkálni. Szépen írja egyből a magasságot, távolságot, most már 12 műhold van, tehát szépen lassan összeszedi magát itt a házak között, és valószínűleg odakint jobban fog működni. Illetve megnézzük majd, hogy a kamera milyen képet fog rögzíteni és milyen videót. Én azt mondom, hogy szerintem kiállta a próbát. Sziasztok!